fiókának, ez Hú, megérkeztünk. Sziasztok, sziasztok! Ígértük, hogy jövünk nektek egy ilyen videóval, sógornőm, Niki sógornőm, az értünk jött, és akkor elmegyünk ruhapló. Vissza próbára. Jött velünk Rubina, Violka. GPS mondja, hogy merre van. Aztán mutassuk, hogy mit választottunk, igaz lányok? Igen, mindig nem sokára esküvőjük lesz. Úgyhogy alig várjuk, készülődünk, most már be vagyunk zsonkba, már nagyon kevés az idő. Úgyhogy... Úristen, miért mondod mindent? Hát rámondod, annyiszor jobban be vagyunk indulva. Nagyon várjuk, úgyhogy tartsatok velünk, megnézitek, hogy milyen ruhákat próbálunk fel, és mit választunk. Na, puszi. Sziasztok. Ó, megérkeztünk a tett helyszínére, most fogunk befelé menni. Bizony. És nézzük, hogy ki mit választ, úgyhogy leveszünk mindent. Az is szép. Cső, ez amúgy esküszöm, nagyon szép. Ugye? Nem tudom, de ez nagyon megtetszett, esküszöm. Ez annyira szép. Olyan, mint próbáltatok, mikor egyszer voltunk el. Igen. Igen. Tényleg nem lehet választani, mert nem lehet. Nem. Feladék. Egyik szebb, mint a másik. Igen. Még a kislányos ruhák is csinálják. Megyünk fel a nyomaszt. Dobikám, te miért? Gyönyörűek, de komolyan. Nekem már van egy kinézve, de még azért nézelődünk. Császtok. Ez is ilyen borbis, hercegnős. Nem próbálsz egy ilyet? Próbálj már. Na. Jó. Már most azért mit tesztel vele? Nem próbálsz egy ilyen tündéres ruhát. És van még csak ilyen rózsaszín is. Azt a ne. Na, mikor nagyon szép az. Ez ilyen parackvirág. Ez. Az nem tetszik, a felseje. Igen? Cső, az mi? Ez is ugyanolyan, mint csak ilyen, csak itt tenni egy csipokhoz. Aha. Azt én megfogom, hogy megpróbálom. Én megpróbáltam egy ruhát. Ne, nem ez volt az igazi. Kezdve még nézelődünk. Még nem végeztünk. Na hát igen, mennek a próbák ezerrel. Mind a kettőnkön van egy ilyen. Nagyon szép, itt anya az egy kicsit basszus, alatta van a jó kis cigós ruhám. Rubina, nézz ide! Hát amúgy nagyon szép vagy. Hát Viókának, Vióka, fordulj ide, légy szíves! Nézzétek, wow! Hamupipőkés. Tényleg nagyon szép. Kis lábújhegyre vagy valami. Aztán. Ezt a fehérek mindjárt körbe van. Hát egy gyönyörű. Csak nem ide. Hát ez nagyon jól áll neki. De még nézelődünk. Oh, Niki, megtanáltad elni. Ez ugyanaz. De nekem az ilyen csillogós, flitteresek tettenek. Azok a stíl, ennyi. Így lesz, nagyon ennyi. Ezt csináljuk valamit, hogy mindjárt. Egyformába leszünk, úgyhogy gyerekek, én ezt választottam magamnak. Fordulj. Igaz, hogy nehezen ment rám. Tehát a lényeg rajtam van. Én nem fogok benne, csak állok. Na gyerekek, most jöttünk ki a ruha próbáról. Hát nem sok mindent próbálgattunk fel, mert volt valami, nem is volt elképzelésünk, nem volt. Ne hazudjunk, mert nem volt. És megtanáltuk. Az enyém már az itt van. Akárhányszor úgy bementek, ami megtetszik, nem volt jó. De Viókával most amúgy nagyon durva, mert nekünk ilyen csillogós, és mind a kettőnknek. Nagyon szép. Én hamupipőkkel ezek. Ó, mennyi csillámporok vannak rajtam, úgyhogy amúgy nagyon boldogok vagyunk, iszonyatosan. Már csak patyipűt kell venni, az a cipőt, és minden. Most menjünk sógornőmmel, iszunk valamit, mert tényleg iszonyat meleg van, és cigizhetnékem is van. Úgyhogy... Nelly ott felkelt, most megyünk a boltba, mert amúgy meg vagyunk hallva. Éhen! Megyünk főzni valóért. Mert közben hazaérkeztünk, és már korognak, dübögnek oda bent a hasunkba. Ez só, és de ezt csinálják. Warning! AB menü lesz! AB menü, C menü. Valami sütemény fog máma Viola sütni. Az Rubina lesz. Valami galuskákat sütöl máma nekem. Ja, akkor vegyél diót. Tényleg csinálsz egy kis aranygaluskát, Jánik? Jó, kis vaníliás sodóval. Jó hidegen, jó! Akkor kéne hozzá egy kis gulyás. Most jöttünk haza a borból, épp én mindent kivárom. Hát még kisebb akkor voltunk, de már én már vágom fel az ennivalót, mert már
Valaki egyes, vagy nagyon éhesek. Valakinek nagyon gyorsan kell már megfőzni az ebédet. Na srácok, kész van ez a koktélparadicsomos téma, ezt már én összebotmixeltem, le van túlmixolva a paradicsom. És ezt most így összekeverjük a tésztával, a gyroszhús sült. Anyu azt mondta, hogy lefőzek egy csomag tésztát, mert kevés lesz a szósz, de a paradicsom nagyon sok levet kiengedt, szóval még ez egy csomag tészta amúgy. Szóval ez még két csomagot is ki lehet főzni, mert olyan jó zaktos. Rubinak most kiszedem. Na itt van készen. Még Rubinak azért szedek hozzá, hogy nem ennyi adagot szokok megenni, csak ezt most is egy jól nézzen. Na én elmondom, hogy ebben a koktélparadicsomos tésztában mi van. Van benne egy csomag koktélparadicsom, én ezt kóba szoktuk venni. Meg van benne egy fetasajt, só, bors, majoranna, bazsalikom, fokhagyma, meg olívaolaj, és ezt így a sütőbe berakom, addig a tésztát megfőzöm. Utána pedig ezt összetöröm, én ezt össze szoktam botmixerni, hogy azért ne legyenek benne nagyobb paradicsomdarabok, meg ugye a héja is. És ezt így össze kell kavarni, és ilyen tejszínes, és ilyen krémes tészta lesz. Ajánlom hozzá a parmezán sajtot, mert nagyon fel tudja dobni. Itt van a me time, hát igen. Hát nem tudtam tekerni ezt úgy, ahogy kellett volna, hogy ez kis tortilla. És én most szépen ebédelni fogok, még a leves az fő. Nos hát, közben elkészült a levesem, jó kis grízgaluskával, még tűz forró. Úgyhogy van benne jó húsika, krumplika, zöldségek, minden nagyon finom lett. Megfőztünk, Viókám az már eljötte a lepihent kisfiúkával, mert ő beebédelt és kinyúlt. Na ezt a férjemnek kiszedtem, amúgy is megcsináltuk a giroszt is.